Üdvözöljük a kedves nézőket! Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Székelyudvarhelyi esküvőkiállítás január 21-e és 22-e között a Rákóczi Centerben, ahová meghívtak minket is, a Főnix konyhát. Utólag is köszönjük szépen ezt a megtiszteltetést! A mai ételünk egy rozéra sült kacsamell, tejszínes parmezános risottóval, friss vegyes salátával és balzsamecetes öntettel. Először is alágyújtunk a lábasnak, majd olívaolajat locsolunk bele és lepirítjuk a risottó rizs szemeket. Nekifoghatunk a kacsamell beirdalásának is. Itt a bőrét fogjuk rézsútosan bevagdosni, ügyelve, hogy ne vágjuk bele a húsba. A nézőközönség is figyelemmel követte a mozdulatokat, és reméljük, hogy jó tippel szolgálhattunk számukra. Az ízesítés, a jól bevált só és borsos módszer. Ha a risszemek kifehérettek, fokozatosan locsolunk hozzá jó minőségű száraz fehérbort. Mi, Sike Tamás valami fehérborát használtuk. És amint elpárolgott, felengedtem húsalaplével, és lassú tűzön elkezdtem főzni. A kacsát forró serpenyőben bőrével lefele kezdtük el sütni, így kiolvadt a saját zsírja, és nem kell így olajat használni. Meglepetésemre mellettem termett Bándi Sándor domokos kollégám is figyelemmel követte az eseményeket, és továbbra is szabad kezet adott nekem a folytatáshoz. Belengedtem tejszínnel, és hozzáreszeltem a parmezánt. Egy kevés főzés után lefőttem, és hagytam, hogy megpárolódjon. Ha a kacsa megsült, kivesszük, tálalásig pihentetjük és szeletekre vágjuk. A tálalásnál a tányér két szélére karikára vágott kaliforniai paprikát helyezünk, majd a közepébe szórjuk a friss vegyes salátánkat és a tetejét hagymacsírával koronázzuk. Középre kerül az incsiklandozó tejszínes parmezános risotto ágy, amire a rozéra sült kacsamell szeletek kerülnek. A salátát meglocsoljuk balzsamecetes öntettel, és ezzel el is készültünk a kulináris lakomához. Higgyék el nekem, ha odahaza is kipróbálják a receptet, nem fognak csalódni, hisz egy nem mindennapi étel fog kerülni az asztalra. Továbbra is tartsanak a Főnix konyhával, a viszontlátásra! A Főnix konyha a Terézia tejtermékeit használja. Petri, az ízek mestere. A Főnix konyha a Sike Tamás borokat ajánlja. Csapatunk autóit a Székelyudvarhelyi Eurocar Trading szervizeli. A Főnix konyha késeit az Akutum csapata biztosította. Média partnerünk az Udvarhelyi Híradó Kft. Lapcsaládja, a Kulmédia, a Prima Rádió és a Női Legmagazin.